Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Nem fogok meglepetést okozni azzal, hogyha támogatásomról biztosítom ezt a javaslatot, ugyanis hasonló kezdeményezéssel éltem a belügyminisztérium felé a tavalyi év januárjában is, illetve tovább mentem volna természetesen akár az energiaitalok kapcsán is, akár ha már ez a javaslat a ház elé került, akkor ez lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek egészségi állapotáról és az ezzel kapcsolatos teendőinkről is beszéljünk pár mondatot. Egyrészt kritikával szeretném illetni a kormányt abból a szempontból, hogy miközben ez a javaslat élvezi a kormánynak a támogatását, aközben ne felejtsük el, hogy önök úgy harcolnak az energiaitalokkal szemben, hogy közben az energiaitalokat gyártó céget a magyar adófizetők pénzéből az elmúlt években 18 milliárd forinttal támogatták. Tehát azoknak a gyerekeknek a szülei, akik adóznak, és akiknek a gyerekeit meg akarják védeni az energiaitaloktól, az ő adóforintjaikból 18 milliárd forintot fordítottak egy olyan cég támogatására, amely gyártja azt az italt, ami károsítja az ő gyermekeiknek az egészségét. Ez egy farizeus megoldás, tehát arra biztatom a kormányt, hogy fogadjuk el akár ezen törvényjavaslat keretében, akár egy új javaslatként, hogy a kormány nem támogat a magyar adófizetők pénzéből bizonyítottan a gyermekeket károsító, az ő egészségükre káros élelmiszeri termékeket előállító cégeket, illetve gyárakat. De ha már itt egy tényleg úgy néz ki, hogy konszenzusos állapot alakul ki, akkor szeretném még felhívni a figyelmet arra, hogy milyen további teendői lennének a kormánynak elsősorban, és ebből a szempontból nem az előterjesztők nyilván a címzettjei elsősorban a mondandómnak, hiszen a kormánynak kellene megalkotni egy átfogó stratégiát, hiszen ez a javaslat mindössze csepp a tengerben, nagyon fontos előrelépés, nem szeretném a jelentőségét csökkenteni, de egy olyan átfogó stratégiára lenne szükség, amelynek része a mozgás, a táplálkozás, az alkoholfogyasztás, a dohányzás és a drogfogyasztás is, különösen a designer drogok ez utóbbi kapcsán. A magyar lakosság Európában a második legelhízottabb, a világon pedig bizonyos kimutatások szerint a negyedik vagy a hatodik legelhízottabb nemzet, tehát bőven lenne teendőnk e tekintetben, és sajnos a saját bevallásuk szerint soha nem sportoló embereknek az aránya 59% hazánkban. Hogyha azokat is hozzávesszük, akik azt mondják, hogy csak nagyon ritkán sportolnak, akkor már is a magyar lakosság 75%-át, tehát 3/4-ét találjuk ebben a csoportban, ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unión belül Magyarország az elkerülhető halálesetek tekintetében a második legrosszabb mutatóval rendelkezik. Sokkal kevesebbet beszélünk az életmód fontosságáról, mint amely az a valós életünket meghatározza, hiszen például az egészségügyi ellátórendszerről nagyon sok szó esik, és nagyon helyesen beszélünk erről, csak hogy a szakértők egyetértenek abban, hogy a saját életmód az kétszer annyira határozza meg az ember egészségi állapotát, mint az, hogy milyen az egészségügyi ellátórendszernek az állapota, még sincsenek akár a parlamentben, akár a közélet más szinterein viták, vagy stratégiaalkotás akár a kormány részéről arról, hogy hogyan tudnánk ezt a már említett, általam említett, vagy részben említett egészségtelen életmódot megváltoztatni, mert bár vannak a kormány részéről kezdeményezések, ezek nagyon alacsony hatékonysággal működnek. Ezt mutatja az is, hogy több tekintetben az elmúlt 10 évben romlottak az eredményeink. És nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is sajnos. Még egy rendkívül sokkoló adat, és ezzel is igyekszem alátámasztani annak a fontosságát, amiről beszélek, hogy statisztikailag Magyarországon naponta 37 ember hal meg azért, mert nem mozog rendszeresen. A három legfőbb halálok Magyarországon a mozgásszegény életmóddal függ össze, és annak következménye is, tehát kizárólag ennek megváltoztatásával megelőzhetők lennének a haláleseteknek a többsége, mégsem
történt ebben áttörés az elmúlt években. Ugye két ilyen kezdeményezés van, amely a kormány részéről, amely említésre méltó. Az egyik az öt próba, az olimpiai öt próba mozgalma, másik pedig a sportoló nemzet. Államtitkár úrnak az a szerencse, hogy egyik sem a belügyminisztérium égisze alatt működik, így nem tehetem ön személy szerint felelőssé azért, azokért a kritikákért, amelyeket megfogalmazok ezekkel kapcsolatban. Én magam egyébként mind a kettőben részt is veszek, ezért is ismerem felhasználóként is kvázi ezeket. És nagyon nagy különbség van a kettő között, azt is el kell mondani, de mind a kettő sajnos megrekedt egy bizonyos szinten. Összesen néhány tízezer embert tud elérni az olimpiai öt próba mozgalma, akik pedig rendszeresen részt vesznek ezeken a rendezvényeken, az mindössze néhány ezer ember a 10 milliós Magyarországról. Tehát az erre ráfordított összegekhez képest ez vajmi kevés. A Sportoló Nemzet program, amelyet pedig a Sportállamtitkárság hirdetett meg, az meg egész egyszerűen nem Sportoló Nemzet, hanem Szurkoló Nemzet. Tavaly októberben vagy novemberben indult el ez a kezdeményezés. Sportnemzetből várjunk sportoló nemzetté, és azt vártam, hogy majd lesznek olyan események, amelyeket például kedvezményes áron tudnak látogatni azok, akik részei és beregisztrálnak ebbe a sportoló nemzet programba. Ehhez képest az összes hírlevelük arról szól, hogy kedvezményesen mehetünk szurkolni. Ami nagyon jó, és biztos nagyon remek élményt jelent, de az, hogy a Sportoló Nemzet programban felhasználóként majdnem egy év elteltével még egyszer sem kaptam olyan levelet, amely kedvezményes sportolási lehetőségre hívta volna fel a figyelmet ellenben. Körülbelül 15-ször kaptam olyat, hogy menjek el szurkolni, amit szintén, még egyszer mondom, nagyon szívesen megteszek, de ezt nem lehet Sportoló Nemzet programnak tenni. Ezzel párhuzamosan viszont Magyarországon remek kezdeményezések vannak, és nagy létszámú szabadidősport rendezvényeket szerveznek meg olyan emberek, illetve olyan szervezetek, amelyekkel a kormánynak akár ezeknek a programoknak a keretében együtt kellene működni, és kedvezményeket kellene adni ezeknek a szervezeteknek, hogy bővíteni tudják azoknak a körét, akik részt vesznek ezeken, mert ha megkérdezzük az embereket, hogy miért nem sportolnak, ugye ilyen magas számban Magyarországon, akkor első helyen a szabadidő hiányát jelölik meg okként, második helyen viszont az emberek fele megjelöli az anyagiakat, tehát hogy pénzügyi okai vannak annak, hogy nem tudnak rendszeresen sportolni. Hogyha a gyerekekre tekintünk, akkor hasonló, nem ennyire tragikus a helyzet, de nemzetközi összehasonlításban a gyerekek vonatkozásában is sajnos borzasztó számokat láthatunk. Magyarországon minden negyedik gyermek túlsúlyos vagy elhízott, ami ugye a felnőtt korba érve minden társadalomban növekvő arányt mutat, és ami ennél is szomorúbb, hogy a NetFit mérések alapján 2015 óta minden évben növekedett a túlsúlyos vagy elhízott gyerekek száma az előző évihez képest, tehát a mindennapos testnevelésnek az a hatása nem következett be, hogy csökkent volna az elhízott gyerekeknek a száma, pedig ugye ha csak a mindennapos testnevelést nézzük, többet mozognak a gyerekek, tehát ez mutatja, hogy táplálkozási oldalon is szükség lenne a beavatkozásra, és amiket államtitkár úr említett, azok valóban pozitív lépések voltak, de ezek az eredmények is azt mutatják, hogy kevés az, amit a kormány e tekintetben is tett. Szintén az önök egyik államtitkára hívta fel arra a figyelmet, hogy a NAD-ban nem jelenik meg a szabadidősport mint olyan, és az egészségről egyetlen alkalommal beszél maga a kerettanterv is, tehát hogyha az oktatási rendszert, mint mondjuk egy gyermekvédelmi szempontból vizsgáljuk meg, vagy az egészségmegőrzés szempontjából, akkor ez rendkívül síralmas, hogy ez a szemlélet, ezzel a gyerekek gyakorlatilag egyáltalán nem is találkoznak az iskolákban.
És amire még fel szeretném hívni a figyelmet, a COVID lezárásoknak a hatása. És nem csak az online oktatás tekintetében és az akkor elmaradt testnevelés óráknak a tekintetében, hanem sajnos az egész társadalomra jellemző volt, hogy saját bevallásuk szerint az emberek 53%-kal kevesebb időt töltöttek sportolással, és nassolással viszont 68%-kal többet. Tehát ez is hozzájárult ahhoz, hogy ezekben a mutatókban romlottunk. Akkor volt ez az időszak, amikor még a játszótereket is lezárták, illetve esténként ugye kijárási tilalmat is elrendeltek, az edzőtermeket is bezárták, tehát ennek nyilvánvalóan súlyos következményei vannak. Hogyha a nagy szabadidősport rendezvények létszámát nézzük, akkor az elmondható világszerte tendencia, hogy azok a nagyon nagy létszámú és több, mint korábban is mondjuk 10-szeres, 15-szörös túljelentkezéssel futó rendezvények, mint mondjuk a London Marathon vagy a Boston Marathon, ezek tudták elérni a COVID előtti létszámot, tehát ott ugye akkor is teltház volt, most is teltházban, nem tudjuk ott lemérni, hogy a túljelentkezés aránya az növekedett vagy csökkent. Viszont azok a szabadidősport rendezvények, amelyek körébe a magyarországiak is tartoznak, még mindig nem érték el sajnos a COVID előtti időszak létszámát, tehát ennek a szektornak nagyon erőteljes lökésre és segítségre lenne szüksége a kormány részéről ahhoz, hogy ez visszaálljon az ezt megelőző szintre. A javaslatot tehát a Mi Hazánk részéről természetesen támogatjuk, és nagyon várjuk, hogy a kormány megalkossa azt a stratégiát, amely azt az életmódváltást elő tudja idézni a magyar lakosság széles körében, amelynek eredményeképpen az elkerülhető halálesetek nagy részét valóban el is tudjuk kerülni. Köszönöm a figyelmet!